Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió szerdai adását látják. Egy exkluzív interjúval kezdjük mai műsorunkat, hiszen napi aktuálrovatunk vendége Szín János egykori szentesi vállalkozó lesz, aki mára medvepásztorként igazi turista paradicsomot épített ki Tusnádfürdőn, és megírta második könyvét, amiről stábunknak mesélt először. Szerda lévén kulturális magazinunk a Paletta is kinyílik. A tartalomjegyzék egy színházi előadást tartogat, majd a Szentes Városi Könyvtárban professzor dr. Homoki Nagy Mária egyetemi tanár repít vissza bennünket az egykori szentesre. Végül Derekegyházra vezet majd útunk, ahol fotókiállítás nyílt a művelődési házban. Ez a mai ajánlatunk, ha találtak benne érdekeset, új információt, akkor maradjanak velünk, tudjanak meg többet az említett témákról. A műsort összeállító kollégáim nevében kívánok nagyon kellemes időtöltést, jó szórakozást! A Szentes Televízió napi aktuálrovatát látják. Egyetlen, de mégis exkluzív interjút ajánlok mai rovatunkban, ugyanis az egykori szentesi, mára tusnádfürdői medvepásztor Szín János járt stúdiónkban, aki a Szentes Televíziónak nyilatkozott elsőként legújabb könyvéről, a Medvepásztor új ösvényeken című kötetről. Hatalmas vagyon, elszegényedés, agydaganat, hit, Erdély, medveles, pandémia, majd könyv az emlékekből, ezen címszavak mentén beszélgetünk. Kedves nézőink, különleges interjú következik most a Szentes Televízióban, hiszen olyan valaki a vendégünk, aki nem Magyarországon él, de innen Szentesről származott el, és egy csodás újrakezdő története van. Szín János medvepásztor a vendégünk, most már elárulom önöknek, akinek egyébként ez az első interjúja azóta, hogy második könyve a Medvepásztor új ösvényeken megjelent. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon örülünk, hogy elfogadtad a meghívást. Köszöntelek én is, és köszöntöm a tévénézőket. Menjünk vissza egy picit az időben. Szentesi vagy, de régen elszármaztál már innen. Mi volt ennek a története? Sok mindent tudunk, ugye? De mondd el, hogy melyek voltak azok a fontosabb életszakaszok, amelyek a te életedben jelentősen befolyásolták annak? A költözés szempontjából? Mondjuk igen. 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 Hát ugye én Szentesre elköltöztem Csongrádra közel 20 évvel ezelőtt, és de ettől függetlenül az életem gyakorlatilag itt és ott zajlott, azelőtt is és azóta is, ugye mindkét városban párhuzamosan, korábban is sok barátom volt Csongrádon, most is megmaradt a sok barát Szentesen. Ez volt az első lépés a Szentesről való elköltözésről, aztán jött egy rövid afrikai kirándulás, én dolgoztam Zambiában, ott közel egy év volt ez a zambiai projekt, és utána onnan szinte egyenesen Erdélyben. Bőte Csaba testvér és Máté Bence hívtak ki engem, üzemeltessek medveleseket. Az ő álmuk volt, és bennem látták a megvalósítás lehetőségét. Azt mondtam, hogy egy csodálatos újrakezdés története a tied. Ugorjunk vissza az időben, mondjuk egy olyan 15 évet, nem ilyen szerepben ülnél most itt, hanem egy dúsgazdag vállalkozóként, ugye? Hát igen, most meg egy boldog vállalkozóként ülök itt. Igen, játékgépek üzemeltetésével foglalkoztál, és ebből rengeteg pénzed volt. Aztán egyszer csak történt valami, és szinte azt lehet mondani, hogy egyik pillanatról a másikra, vagy folyamatosan veszítetted el a vagyonodat. Hogyan tudtál ezzel egyáltalán szembesülni? Mikor fogtad ezt fel? Hát ez nagyon, a felfogás az egyik másodpercről a másikra történt. Alapvetően egyszer bementem az irodámba, és közölték velem, hogy ez nem az enyém. Hozzám nagyon közel álló embereknek köszönhetem ezt a dolgot. Hozzáteszem, hogy egy cseppet nem érzem ma, emiatt magam rosszul, én ma hálás vagyok nekik, hiszen én megtaláltam ennek apropóján a boldogságomat. Tehát... Mit jelentett ez, hogy elveszítettél mindent? Hát először is a cégeimet, ami a pénzt termelte, ezt. Ha nem arra szól, eddig sem beszéltem konkrétan arról, hogy ki és mi és hogyan történt pontosan, nem is nagyon akarok erről beszélni. Nem is annyira fontos szerintem sem a nézők szempontjából, se az én szempontomból. Lényeg az, hogy történt egy esemény, aminek a kapcsán én elveszítettem a vagyonomat. Egyébként marha érdekes, mert pont emiatt kaptam egy életműdíjat, Gergely Alexandra Alapítvány, ilyen hétköznapi hősöket keresgél, és évente egyet kiválasztanak, és megajándékoznak egy életműdíjat, ami egy komolyabb pénzösszeggel is jár,
és Évike, az egyik kurátor, beszélgettem vele az első könyv után, hogy jelenik meg lassan a második könyv, és nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy akkor pontosan hogyan is veszítettem el vagyont, hogy ki volt az, aki ez engem hozzá segített. És mondtam neki, Évike, valószínűleg meg fogom írni a másik könyvbe, beszélek ezekkel az emberekkel, hogy mit szólnak ők hozzám, miért ne lehetne meg ez a dolog, hiszen nagyon semmiféle haragot nem érzek, sőt, tudom, hogy ironikusan hangzik, de inkább hálát érzek. És azt mondta Évike, Jani, meg ne próbál. Tehát pont ezért adtuk ezt a díjat neked, mert emelt fővel tudtad viselni azt, ami történt, és nem próbáltál másokat emiatt beáztatni, nem próbáltad másra hárítani ezt a dolgot, és ezelőtt olyan életet éltél, ma meg példaértékű életet élsz a mi szemünkben, hát ezért kaptad ezt a díjat. Tehát azért sem akarok erről beszélni. Hogy nem. Egyrészt nem tartom elkölcsösnek, másrészt szerintem nem is fontos. Szóval egyébként ez lassan zajlott. Először is volt egy pont, ahol kiderült, hogy ez van, és onnantól kezdve persze voltak tartalékaim millió helyen, itt beszélhetünk földekről, pénztartalékokról, különböző országokban, egyéb vagyonelemekről, csak... Apadt a pénz. Hát igen, apadt a pénz, és az ember nagyon nehezen fogja föl, hogy ez nem úgy lesz már ezután, tehát nem úgy jön már a pénz. Én azt gondoltam, hogy ugyanúgy valamit föl tudok újraépíteni, és majd megint csak fogjuk tudni élni ugyanezt a színvonalat. Ugye egy ház több tagú személyzettel, luxusautók, egy megszokott életstílus. Tehát azért arról, hogy nem azt nehezen mondani az ember, nem nehéz erről lemondani, csak nem érti az ember, nem tudja, hogy kell erről lemondani. Na meg hát ez nem is úgy megy, hogy most egyik pillanatra a másikra, persze itt valahogy át kell állni, vagy vannak megszokott dolgok, amiről nem is veszi észre az ember, hogy le kéne mondania. Hát emlékszem, hogy a barátaim közül, akik tudom, hogy ilyen sporolós típusúak, egy párat leültettem, és ilyen válságstábot hoztunk létre, hogy hát valahogy oldjuk már meg, hogy egy 10 000 euróba ki tudjam hozni a havi költségeimet, mert az eddigiek túl sokat. Spórolási trükköket adtak. Igen. Hogy szorítsuk le 10 000 euróra a havi budgetet körülbelül, az se kevés azért. Itt voltál ebben a helyzetben. Mikor jött a betegség? Hát az korábban. Az korábban. Egy pár évvel korábban. Mara érdekes a történet, mert amikor kiderült, hogy daganatom van, ugye ez agydaganat. Utána én, mikor már láttam, hogy az összes pénzem, kapcsolatom, minden kevés ahhoz, hogy csak egyetlen egy perccel előrébb kerüljek a várólistán, akkor úgy átértékelődött bennem, hogy minek mi az értéke, hogy van-e értéke a pénznek, vagy mik a fontosak egyáltalán. Hová lehet jutni a pénz által, de azért sehova. Szokták mondani, hogy a pénz nem boldogít. Képzeld el, hogy van egy írás a második könyvem, az a cím, hogy a pénz gondja. Amikor most újra elkezdett jönni egy kis pénz a pandémia után így a vállalkozással, és gyűlt a pénz, és nem tudtuk hova eldugni, tehát nem óriási börönt pénzekre kell gondolkozni, hanem Erdélyben egy apartmanban laktunk, és ott hova tegyem, se szép, semmi, mégis azt a kicsi pénzt, amit az ember nehezen megkeresett, és annyi vicces történet volt ez. Tehát ha az embernek van egy vagyona, azt őrizgetni is kell, és meg ápolni kell, meg gondozni kell, meg növelni kell. Tehát ez annyi gonddal jár, hogy mennyivel könnyebb annak az élete, akinek nincs ilyen gondja. Erről szól ez a kis történet a könyvben, egy jópofa történet. Sokáig tartott a lefele út, és hát éveken keresztül. Fölfele indultál. Éveken keresztül, mert ezek a tartalékok is úgy fölemésztődtek. Lelkileg gondoltam benned. Lelkileg? Igen. Az is gyakorlatilag ugye a teljes megnyugvás és a teljes elfogadás, az akár 2-3 év is. Tehát volt a szikra? Amikor azt mondtad, hogy ebből a lefele útból, hát el is kell engedni, igen, ez az egyik dolog, a másik pedig, hogy a lefele útból ott a szikra, és egyszerűen azt látod, hogy van jövő, van perspektíva. Hát ez két külön dolog. Egyik az, amikor ezt el tudod engedni, a másik az, amikor felismered a perspektívát. Mert azt, hogy elengeded, de még nincs jövő, az csak egy dolog. Aztán majd jön a jövő. Tehát két külön dologról beszélni. Az elengedésnél ott két meghatározó tényező volt. Az egyik, amikor beláttam azt, hogy jobb ezeket a dolgokat elengedni, mint gyűlölködni egy életen keresztül, hiszen a gyűlölködéssel csak a saját mindennapjaimat nehezítem meg, és csak magamat betegítem meg. Tehát ez volt az elsődleges. És utána a második az, amikor a Jóisten felé fordultam, és beláttam azt, hogy nem csak elengedni lehet ezt, nem csak
el lehet ezt felejteni, meg is lehet bocsájtani, és lehet ugyanúgy élni azokkal az emberek, és ugyanúgy viselkedni, akiknek köszönhetem ezt a dolgot, mint ahogy korábban, mint amikor nagyon szerettem őket. És ma ugyanúgy szeretem őket, pont, és ez volt az a dolog, amikor úgy el tudtam engedni a pénzútját, és így ezt a fajta énemet, és amikor Jóisten felé fordultam, és belé helyeztem az összes bizalmamat, onnantól fordult meg igazán a dolog. Tehát ez az elengedés folyamata. Az, amikor azt láttam, hogy anyagilag is van kiút. Hogy anyagilag is van kiút, az is egy nagyon hosszú dráma volt. Tehát ez, pont erről szól mindkét könyvem gyakorlatilag, hogy hogyan történtek ezek az események sorba egymás után, és milyen érdekességek és milyen nehézségek voltak benne. De a második dolog, ugye, amiről most beszélünk, nem az erkölcs, hanem az anyagi fény, az pedig akkor jelent meg, amikor én a LD-be alkalmazottként kerültem ki, ugye a Máté Bence és a Böjte Csaba testvér hívására. Találkoztál Böjte atyával, vagy hogy találkoztál? Hát ugye a Máté Bencével nekem régre viszonyuló kapcsolatom van, én voltam az első támogatója. Igen. Bencének. Egy ösztöndíjat kapott tőlem gyermekkorától, addig még saját lábra nem állt. És Bence jó barátságban volt Böjte Csaba testvérrel. Majd Böjte Csaba testvér mondta Bencének, hogy Bence, te már annyi helyen készítettél leseket a világon, Afrikába, Brazíliába, Kosztarikába, Romániába, Duna-deltába, hogy itt Erdélyországban is itt lenne az ideje, hogy csinálj. És hát milyen jót tenne a székelységnek, jót tenne a medve megítélésének, és a gyermekeknek is az én otthonaimban, mondta Csaba testvér, jót tenne, mert látnák, hogy nem kell külföldre menni, hanem itt is vannak olyan csodálatos dolgok, amiért az emberek a világ minden részéről ide utaznak, hogy láthassák és felfedezhessék ezt a csodát. Mutassuk meg ezt szerintem gyakorlatilag a székelységnek és a világnak. És Bencének tetszett az ötlet, szeretett volna is ebben a dolgban részen lévén, nagyon tisztelte Csaba testvért, és tisztelje a mai napig, és mondta, hogy megcsinálja szívesen, de ezt működtetni nem tudja, és nem is nagyon szívesen közösködne senkivel, szóval ha csak nem én, aki egy ilyen harmadik szülő volt a családban, a gyerekkorában, ha csak nem én, ha ezt elvállalom, és tudomásra szerint nekem most nincs is mit csináljak, hát kérdezzenek meg. Ezért vállaltad el, mert nem volt mit csinálni? Hát, nagyon érdekes, ez nagyon összetett dolog. Egyrészt nem volt mit csinálni, több összetevésed is. Nem volt mit csinálni. Másrészt meg nagyon régi vágyom volt együtt dolgozni Bencével, egy nagyon sikeres ember, ugye a világon egyik legsikeresebb, hanem a legsikeresebb természetfotós. És úgy vágytam arra, hogy ha már egy kicsit segítettem ebben, hogy oda kerüljön, milyen jó lenne magának ennek az eredményéből is részt venni, akár munkával, bárhogyan, tehát élvezni egy kicsit a sok éves támogatásnak az eredményét is, nem csak látván, hogy milyen jó, hanem esetleg részese is lenni. Ez volt az egyik dolog. A másik dolog pedig, hogy én gyakorlatilag egész életemben arra vágytam, emlékszem gyermekkoromban Széchenyinek olvasgattam, Széchenyi Zsigmondnak a székelyföldi vadászati útraírásait, lámpaoltás után, takarodó után otthon, bebújva a takaró alá zseblámpával, nem bírtam letenni a könyveket, és olvastam a székelyföldi kalandjait, hogy havasokban, merre, hogyan vadászott, milyen kunyókban, hol bújtak meg, hol laktak éjszakákon keresztül, és én oda vágytam mindig. És olyan égi elnek tűnt az, hogy na most egy fethetetlen ember, Böjte Csaba testvér, ott van Máté Bence, és ők hívnak pont a gyermekkori álmaim színhelyére, és én ugye arra vágytam, hogy majd vadőr leszek, és ez még nagyon hasonló dolog hozzá, hogy a medvékkel kellett foglalkozni, ráadásul még annyival több annál, mint amiről én valaha álmodni mertem, hogy még csak vadőrnek sem kellett lennem, hogy kell lennem, mert ma nem kell lelőnöm, vagy lelővetnem egyetlen vadat sem, hanem elég, hogyha megmutatom a vendégeknek, és medve is ember is boldogan megy haza. Hogy telik egy napod? Mi a feladata a medvepásztornak? A valóságot mondja meg, vagy azt a képet, amit az emberek szeretnének látni? A valóságot. Hát nagyon sok időt töltök nyilván a medvék között is az erdőn, de ezt megpróbálom már egyedül, nem a vendégekkel. Én tehát ma már nem tudok mindenütt egyszer ott lenni, már kicsit kinőtte magát a vállalkozást. Évente több ezer vendég fordul meg nálunk. Ma már vannak saját vendégházaink, vannak saját autóink, amivel terepjáros túrákat szervezünk, több medvelesen van, tehát egyszerűen mindenütt nem tudok helytállni, és ugye valakinek az ügymenetet is kellene
csinálni, azt én és a feleségem csináljuk közösen, és emellett már sokkal kevesebb idő jut ma a természetjárásra és a medvékkel való együttlétre, mint amit én szeretnék. Akkor azt is kérdezem, hogy mi volt eleinte a feladatod? Igen, az egy jobban regénybe illő. Hát eleinte... Milyen volt az első, jó, amikor medvével találkoztál? Tehát biztos úgy emlékszel, hogy milyen lehetett az első munkanapod? Vagy... Jó, igen. Az első munkanapja én nem azzal tehetek, hogy a medvével találkoztam, és nagyon furcsa volt, hogy mindenki arról beszél, hogy Erdélyben mennyi medve van. Én amikor kikerültem Erdélybe 2017 tavaszán, én vagy 3 hónapig nem láttam medvét. Azt mondják, az utcán sétálgatnak minden nap, és én ott voltam, ahol kellett volna lenniük. Tusnárfürdő a világ egyik legjobban medve által járt városa, és a környék erdeit kellett járnom, mert helyszíneket kellett volna keresnem, ahol lehetett volna leseket telepíteni, és én hónapokig nem találkoztam medvével. Azt azért én elmondom, hogy én nagyon-nagyon féltem a medvértől, de tényleg nagyon. Szerintem sokkal jobban, mint bárki, de én nagyon féltem. Csak valahogy ők megtanítottak engem arra, hogy nem kell félni tőlük. Először óriás szerencsé volt, először csak messziről láttam egy bocsot. Aztán kicsit közelebbről, és egyre közelebb jött hozzám. Aztán messzebbről egy nagy medvét, és ő is közelebb. Aztán nagyon nagy medvét messze, és ő is egyre közelebb. Tehát úgy valahogy ők beidomítottak engem, vagy megtanítottak engem arra, hogy hogyan is kell köztük élni. És hát legyek őszinte, hogy nagyon, ezt mindenki tudja, aki szereti a természetet, hogy a természet megfigyelés és abban való létezés harmóniában vele, az egy felemelő élmény az embernek. Valójában szerintem oda tartozunk, és nem a panel rengeteg közé, és ott érezzük igazán jól magunkat, és ráadásul a medve pedig egyfajta ilyen szabadságjelkép szerintem az embereknek, valahol irigyeljük őket, és csodálattal lehet figyelni őket, irigyeljük azt, ahogy ők élnek, azt a fajta magabiztosságot, azt a fajta nyugalmat, azt a fajta kiszámítható életet valahol belül, ha nem is tudjuk, és ezért az embereknek csodálatos élmény a megfigyelése. Tehát én heteken és hónapokon keresztül figyeltem a helyeket az erdőben, hol itt elbújva egy magas lesre, egy fa mögé, a nyomokat nézve, többféle szempont alapján kellett ugye kiválasztani a helyszíneket, és hol van medve, hol lehet fotózni, hova lehet odavinni a turistákat, és még kb. 50-et föl tudnék, mert ezeknek vannak még alpontjai, minimum 3 alap kritériumnak, és nagyon-nagyon sokat töltöttem. Az egy nagyon-nagyon szép időszak volt, maga a találkozás velük, a titkot felfedezni, belecsöppenni és benne élni és létezni, az egy nagyon jó pofa dolog volt. Azt kell mondjam, hogy alapjában a legjobb része az eddigi történetnek. Aztán voltak csodálatos, szép történetek végig és végig, de az ott egy nagyon katartikus élmény volt hónapokon keresztül számomra. Egyébként mindig is szerettem az ilyenfajta felfedezéseket és a megismeréseket. Az egész életemben végig vonult az, hogy mindig újabb és újabb hobbiaim voltak, és mindig egyre jobban belástam magam, és amikor már ezt mondjuk professzionális szinten tudtam művelni, akkor jött a következő, mert már nem volt kihívás számomra. Az a különbség Erdély és a medvék között, hogy ezt nem lehet megunni. Ez csak egyre és egyre jobban megszereti az ember, és ennek nincs vége. Mi hozta életre a két könyvedet? Hát ugye először is az elsőt, a pandémia, ha jól olvastam. Igen. Hát az elsőt a pandémia nem volt mit csinálni, és sokszor... De gondolom akkor, amikor ez a pont eljött, akkor azt mondtad, hogy ilyen már nincsen, most megint beindult valami, igen, és akkor megint itt van, visszazuhanunk, de én úgy érzem, és majd erre légy szíves még aztán reagálj, hogy szerintem te született vállalkozó vagy, tehát mindenben született meg... túlélő talán. Az is, de mindenben meglátod a lehetőséget, igen, és ez egy óriási előny. Hát nem feltétlen, mert nekem ilyen nappal azon pörög az agyam, hogy mit kéne csinálni. Ellentétben azokkal, akik elmennek dolgozni 7 órára, és 3-kor végeznek, és utána abban a pillanatban, hogy kilépett a gyár kapuján, el is felejtette azt, ami vele történt ott rögtön egész nap, de nekem szombaton, vasárnap, a családi ebédnél, éjszak, amikor lefekszek, fölkelek, úristen, ezt elfelejtettem, leírom, lejegyzem, hogy el ne felejtsem reggelre. Tehát azért ez egy állandó törődés, egy állandó stressz az embernek. Ezt nem lehet letenni, nem lehet letenni, megértem, igen. Tehát ez az életem gyakorlatilag, nekem a vállalkozásom az életem is, és a munkám is az életem is. Szerencsére ma már olyan, amit nagyon-nagyon szeretek, így persze könnyebb csinálni. Persze vannak ennek is, mint ahogy mondtam, olyan oldalai, amit nem ennyire szeretek. Könyvelőhöz nem nagyon szeretek járni, bankban nem nagyon szeretek járni. Ezeket a dolgokat, annyira az ügyintézés részeit nem annyira szeretem. Az emberekkel való törődés nagyon, az állatokkal való törődés nagyon. És hogy őszinte legyek, az állatokkal való törődést egy kicsit jobban.
Igen. Első könyv, hogy született? Tehát igen, az ember hogy jön arra, vagy hogy ér el arra a pontra, hogy akkor most ebből könyv lesz? Nem akarok egy szent fazék lenni, de én úgy érzem, hogy Jóisten vezeti úgy az életemet. Tehát egy vagyont kellett elveszíteni ahhoz, és egy daganaton kellett túlesni, hogy megtaláljam a boldogságot. Ez regénybe illő megint csak, ugye. Nagyon-nagyon sok kaland volt az életemben, én világéletemben úgy értem az életemet, hogy én kerestem a kihívásokat és a kalandokat, és ez már régen is többször megfordult a fejemben, hogy talán egyszer ezt jó lenne leírni, annyi sok jó sztori van, hogy ezeket jó lenne leírni. És hát a pandémia, ugye, nem részletezted, de már a pandémia előtt kezdett helyreállni a történetünk, már kezdett az életem úgy tűnik, hogy újra sinem van, azt csinálom, amit szeretek, ott csinálom, ahol szeretek, és már kezd is nekünk egyfajta olyan jövedelmet biztosítani, amiből tisztességgel meg lehet élni. És ezután ütött be a pandémia, és ráadásul azt azért elmondom, hogy mi a pandémia előtt néhány hónappal, tehát 2019 őszén én megállapodtam a tulajdonosokkal, a medveles tulajdonosaival, hogy okafogyottá vált nekik a medvelesek működtetése, és eladnák nekem, egyetlen egy vevő volt rá én, akinek sajnos nem volt pénze. Tehát a családi kasszában akkor összesen 2 millió forintunk, és 1 millió forintot odaadtunk a két tulajdonosnak, hogy jó, hát akkor megvesszük, de majd kifizetjük valamikor a bevételekből. És én 2019 őszén már láttam, hogy az idén kétszer annyian vannak már bejelentkezve 2020-ra, mint az előző év azonos időszakában, úgyhogy láttuk, hogy egy jó év lesz, tudtunk egyfajta számítás, gazdasági számítás végezni, és azt láttuk, hogy egy éven belül ki tudjuk fizetni a vételárat, és meg tudunk tisztességgel élni, ki tudunk venni egy-egy jó nyugat-európai fizetést, és még talán marad is egy kicsi pénz az év végére. Hát ez csodálatos lehetőségnek tűnt, ezért az összes megtakarított pénzünket a családi kasszából kisöpörtük, odaadtuk a tulajdonosokra, ott maradtunk 0 forinttal egy reményben lévő jó vállalkozással, amit szerettünk, szívelélekkel csináltunk az álmaim színein, és március 15-én nem az első vendég érkezett meg, hanem a pandémia. Na ott a szerencsétlen feleségem nagyon összetört, én már megszoktam ezt a dolgot, de ő nagyon összetört, és onnan kezdődik ez a történet, ugye te nem bontottad ki, csak azt mondtad, hogy hogyan lett könyv. Hát úgy, hogy nem volt mit csinálni, és unatkoztam, nem is volt perspektíva, nem is tudtuk, hogy meddig fog tartani a pandémia. Bíztunk is egy kicsit benne, hogy fog azért ez működni, ez majd csak egy-két hétig, egy-két hónapig fog tartani. Hát akkor most itt az alkalom, hogy megírjam a könyvem. És korábban már voltak próbálkozások, amit újra és újra belevágtam a fiókba, mert láttam, hogy nem vagyok én író, nem megy ez nekem. És azt elővettem, nézegettem, és írogattam még valami picit, és ez kint volt Erdélyben, télen ott hosszúak az esték, és nagy a hó, nagy a hideg, ott nincs mit csinálni az ember. És meglátogatott egy író barátom, és előkerült a pálinka mellett a könyv is, a kézirat a fiókom, és megmutattam neki, és ő azt mondja, ez nem rossz, ezt folytatni kellene. És az adott egy újabb lendületet, és elkezdtem írogatni, de láttam, hogy nem lesz belőle könyv, mert nem tudok én, nincs annyi, olyan röviden és tömören fogalmazok az írásaimban, hogy ebből nem lesz egy könnyű terjedelem. És akkor kértem, hogy segítsen, akkor kezdett, mondom, hogy legyen két szerzős a könyv, akkor írte is rólam, meg a közös történeteinkről, sokat járt velem medvézni, a közös történeteinkről írte, és akkor lesz két szerzős a könyv. És amikor már úgy éreztük ketten, hogy ennek már van egy könyv formája, akkor odaadtuk egy szerkesztőnek, a szerkesztő olvasgatja, azt mondja, hogy hát, még írd már egy-két dolgot, például nem írtál a betegségedről, hanem a kedvenc témám, de írj róla, légy szíves. És akkor megírom, elküldöm neki, na ez jó, ez talán a legjobb írás eddig, ezt is beletesszük. Akkor ír légy szíves arról, hogy veszítettél el a vagyon. Hát az sem a kedvenc témám, azért nem is írtam róla, de ez érdekelne az olvasókat, hidd el. Na jó, írok róla. És így gyűltek az oldalak, és egyre vaskosodott a kézirat. Majd a végén azt mondta, na jó, Jani, akkor most a Murányi Sándor író barátod összes írását kivesszük a könyvből, most már a tied, egy egyszerzős könyv lett így, és kiadjuk így. Így fogjuk kiadni, így lett egyszerzős a könyv, és így született meg a könyv, hogyha erre lettél volna kíváncsi. Igen, és már a feleséged foglalkozik a terjesztésével, igaz? Igen, hát közösen ugyan a marketinget én viszem ebből a szempontból, a írást és a kiadást, ő pedig az értékesítést, igen. Szerintem nagyon sokáig tudnánk beszélgetni, de sajnos a műsoridő az mindig köt bennünket, azért még egy-két dolgot szeretnék tőled kérdezni.
akkor, amikor még vagyonos voltál, úgy érezted, hogy boldog vagy? Én most is vagyonos vagyok. Csak a vagyonommal, ha nem a zsebemben, hanem itt, nem arra gondoltam, hanem itt van. Akkor. Most itt hordom a vagyonomat, nem a zsebemben. Igen, értelek. Akkor. Szerintem a vagyon nem a pénz, hanem a boldogság. De hogy akkor úgy érezted, hogy boldog vagy? Tehát te azt gondoltad, igen. Hogy boldog igen, vagy? Igen, igen. Hogy ez a sok jó dolog, az a boldogságot erősíti? Igen. Könnyen azt gondolhatja az ember, hogy most én boldog vagyok. De elveszi a fókuszt a pénz és azáltal adott lehetőségek a valódi boldogságról. A valódi boldogság soha nem a pénzben leledzik, nem ott kell keresni. A pénz által szerzett boldogságot folyamatosan táplálni kell, én úgy érzem, úgy gondolom. Igen. Tehát, hogy mindig újabb és újabb dolgot kell megszerezni, valahova eljutni, vagy vásárolni. Valahol, igen. Amit említesz, hogy a lelkünkben lévő boldogságnál pedig ez nem áll fenn. Abszolút nem. Tehát az én példám is mutatja, hogy ne okoskodjak, hanem beszéljünk a múltról és a megtörtént dolgokról, hogy én amikor a leggazdagabb voltam, amikor a legtöbb pénzt kerestem, akkor derült ki, hogy daganatom van. És abban a pillanatban éreztem, hogy én a pénzzel semmit nem tudok kezdeni. És egy cseppet sem voltam boldog, hiába volt már mekkora vagyonom. Ma nincs vagyonom, viszont ma egészséges vagyok, meggyógyultam a daganatból, és ott élek, és azt csinálom, amire vágytam egész életemben. Én most sokkal boldogabb vagyok, tehát én sokkal gazdagabbnak érzem magam ma, bár a pénzem kevesebb. Ahogy néztem a videókat, mert ugye ilyenkor olvasgatok azért egy picit a riportalanyomról, néztem a videókat, egy kicsit megirigyeltelek. Nincs ez a reggel ekkor és ekkor kellek, biztos megvan, hogy mikor kezd, de hát, nem kell rohanni ide, nem kell erre gondolni, nem kell arra gondolni, valahogy olyan nyugalom, én azt érzem legalábbis úgy a képekből, és lehet, hogy sokan is ezért mennek el oda, nem csak a medvék miatt, hanem a Hargita ez egy olyan nyugalmat és szép érzéseket tud adni az embernek. Jól gondolom, vagy jól érzem? Hát... ugye a mindennapokból egy picit igen, elassít. Igen. Alapvetően Székelyföldön megállt az idő, vagy lassabban haladt az idő, mert megy ott is, csak sokkal lassabban. Ott azért egy 100 évvel valahogy hátrébb van. És ott is vannak azért olyan részek, ahol még lassabban talán. Tehát az a falu, ahol én élek, az Úz völgyében, Csinódon, az a falu egy önfenntartó falu. A mai napig nem vezet oda aszfaltút. Néhány évvel ezelőtt vezették be az áramot. Az emberek önfenntartóak, nem igen járnak be dolgozni, nagyon kevés ember jár be dolgozni. És ott másként telik és halad az idő, más fókusz van, más jelent a boldogság, más... Tehát nagyon érdekes, hogy nem dolgoznak, sokkal többet dolgoznak, mint mondjuk egy városi ember, mert ott a tűzgyújtás, egész a tüzelőanyag, egész nap, igen. Igen, egész nap dolgoznak. De nem a profitért. Nem a profitért. Tehát nincsenek kiszolgáltatva másnak, nem saját maguknak, minden saját maguknak csinálnak. Éppen ezáltal egy kicsit, vagy talán sokkal jobban, ők, hogy mi is erre a jó szó? Az, hogy nincsenek kiszolgáltatva másnak, tehát önállóak, nem függnek mástól. Saját függetlenek. Igen, saját, igen. És ez nem tetszik ám a kormányoknak, mert ezeket az embereket nehéz megregulázni. De nem tudsz mit csinálni. Neki, ha most kikapcsolják, az gáz nincs a faluban, vízvezetékrendszer nincs a faluban, szennyvíz nincs a faluban, egyetlen infrastruktúra az áram, ha azt kikapcsolják, semmi más nem történik, ő előveszi a petróleum lámpát, amit pár évvel ezelőtt berakott, és ugyanúgy fog tovább élni, mint az előző 40 évben. Tehát őket nem lehet megregulázni, nem lehet, és ettől szabadok, na, talán ez a jó szó. Igen. Függetlenek és szabadok. És talán minden ember ezt keresi valahol, csak ez már itt ilyen mikroélmények vannak ebből a nagyvárosokban, ott pedig óriási szabadság, kinézel, kinyitod az ablakot, nem látsz más, csak erdőt, a szomszédot sem látod. Tehát ez az igazi szabadság. Az, hogy akkor kezdsz fel, amikor akarsz. Igaz, hogy dönthetsz, hogy 3-kor vagy 4-kor, nem 7-kor, meg 8-kor, de amikor te akarsz. És ott vannak állatok, ami miatt muszáj fölkelni, tehát másfajta kötelességek vannak, de ezek jófajta kötelességek. Tehát föl kell kelnem, meg kell fejnem a tejenet, hogy legyen tej. Lesz tej, lesz sajt, akkor majd lesz mit enni. Vagy ki kell menjek gombát szedni, mert vagy jó lenne télen is, ha lenne egy kis vargánya, akkor szedek egy kicsit többet, nem csak annyit, amit megeszünk. Tehát vannak kötelezettsége, el kell menni fát gyűjteni, mert télen majd jönni fog a hideg, és hosszúak a telek, és azt be kell hordani, azt föl kell hasogatni. Hát most a ház, néztük, hogy négyen dolgoztunk,
több mint 100 órát azzal, hogy a fát bekészítsük a télire az egyik házunkhoz. Tehát itt ezzel megy el inkább az idő, de ezek olyan törődések, amit az ember szívesen tesz. Itt nem másnak dolgozok, hanem magamnak dolgozok, a magam jólétéért. Ennyivel más. A feleséged volt, aki melletted volt ezekben a nehéz időszakokban? Ő végig mellettem volt, ő engem úgy ismert meg, amikor én még nagyon módos ember voltam, és ma pedig egy kevésbé módos, de nagyon boldog ember mellett éli az életét, és végig kitartott. És mellettem. Ezáltal ő is boldog? Igen. És gyerekek? Hát ők is nagyon jól vannak, a legkisebb él már csak velünk, ő 11 éves, és ő jött végig ezen a kávárián gyakorlatilag, a kicsi lányom, most hát most a nagy lányom 17 éves, ő ebből nem igen látott sokat, mert ugye az én életem az ő anyukájával elvált, akkor, amikor elkezdődött a krízis, nem a krízis miatt, hanem egyszerűen jobbnak láttuk mindketten két irányban, mert a mai napig nagyon-nagyon jó vagyunk, nagyon jó a kapcsolatunk, csak nem egy helyen élünk. A kicsi lánya is nagyon jó, ő szerencsére nem annyit. A kisfiam meg már pont akkor kezdett belelátni, amikor már elkezdtek javulni a dolgok, ő nem érzékelt ebből a dologból túl sokat. Bár ők nagy szívfájdalomra nem annyira szeretnek Erdélyben lenni, mint én. Tehát a feleségem és a kisfiam, ők többet itthon vannak Magyarországon. Na majd ezt is megoldjátok valahogy. El kell menni hozzád, az biztos kiderült ebből a beszélgetésből. Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönjük szépen, sok sikert! Nincs mit köszönni. Én köszönöm. Ezzel napi aktuál rovatunk végére értünk. Reklámokkal folytatódik műsorunk, majd kulturális magazinunk a Paletta nyílik ki. Kezdünk hamarosan. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az élet csupa kérdőjel. Ki leszel, hová tartasz, mivé válsz? Mindig voltak, akik felemeltek, motiváltak, segítettek. Hogy ne térjek le a nekem szánt útról. Hogy úgy élhessem az életemet, ahogy én akarom. Nem is tudják, hogy az ő figyelmességük, türelmük és gondoskodásuk nélkül talán én sem értem volna el a kitűzött céljaimat. Egy apró segítség is nagy dolgokhoz vezethet. Tarts velünk egy akadálymentes jövőért! A 2022-23-as színházi évadban is sokszínű, változatos műsorkínálattal és ingyenes programokkal várja Önöket Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó. November 24-e 17 óra már egy újabb szentesi szalon időpontja. A Tudománykuckó vendége ezúttal dr. Holman Endre, PhD urológus főorvos lesz. A hónap utolsó előadása november 30-án 19 órakor kezdődik. Horváth István, Puskás Dániel, Szent László, a Legendák Királya című történelmi zenés játék várja az érdeklődőket két felvonásban. A Szentesi Szalon előadásai ingyenesek, de előzetes regisztrációhoz kötöttek. Ne feledje, jegyét már online is megvásárolhatja a jegy.hu oldalon. Novemberben is legyenek a vendégeink. Várja Önöket a Tóth József Színház és Vigadó. Játssz nagy karácsony sorsjegyünkkel, támogasd befogadó játszóterek építését, és nyerj akár 100 millió forintot. Frissít és ellazít. Élményt ad és gyógyít. Érzed, hogy a természet része vagy, és körbevesz a múlt. Veled vannak azok, akik a legfontosabbak neked. Kikapcsol, gyógyít, feltölt. Fedezd fel Magyarország fürdőit. Jól esne lecserélni a mobilodat?
Szerencsére mi most beszámítjuk régi vagy megunt készülékedet. Válaszd a Samsung Galaxy A53 5G-t most 15 000 forint, vagy az S22 5G-t 30 000 forint extra kedvezménnyel. Together we can. Vodafone. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. A brüsszeli vezetők azt ígérték, hogy nem vetnek ki szankciókat az energiára. A nyáron mégis megtették. A háborúnak ez nem vetett véget. Az energiaárak azonban egész Európában és Magyarországon is az egekbe emelkedtek. Ez növeli az élelmiszerek árát és az inflációt is. A szankciók tönkretesznek minket, de Brüsszel mégis ragaszkodik hozzájuk. Ön mit gondol erről? Töltse ki a nemzeti konzultációt! A Szentes Televízió kulturális magazinját, a Palettát látják. E heti témáink egy-egy mondatban összefoglalva. Az Anconai Szerelmesek című zenés komédiát mutatta be a Békés Csabai Jókai Színház társulata a Szentesi Tóth József Színház és Vigadó színpadán. A Szentesvárosi Könyvtárban a Mindennapok jogi élete Szentes mezővárosában címmel professzor dr. Homoki Nagy Mária, PhD egyetemi tanár, Szentes díszpolgára tartott előadást. Fotósokat ismertek el a Dadália Galéria Fotókör Szeretett Világunk című fotókiállításán Deregegyházon. Az Anconai Szerelmesek című zenés komédiát mutatta be a Békés Csabai Jókai Színház társulata a Szentesi Tóth József Színház és Vigadó színpadán. A darab egy olasz kisvárosban játszódik a 60-as, 70-es években, így természetesen az előadásból sem maradhatta ki az akkori időszak olasz slágerei sem. A történet a szerelmi szálak mellett bőven tartogatott bonyodalmakat és fordulatokat is, így a nézők igazán jól szórakozhattak az előadáson. Töménytelen mennyiségű szerelem, humor és bonyodalom, ez jellemezte az előadást. Az Anconai Szerelmesek című zenés komédiát mutatja be itt a Békés Csabai Jókai Színház társulata, Szentesen a Tóth József Színház és Vigadóban. Mit kell tudnunk a darabról? Anconai Szerelmesek, azért a címe az már sokat sejtett.
Igen, itt nagyon sok szerelmi történet van ebben a darabban, azért is van többes számba írva. Itt a szerelemben ugye ugyanúgy megbolondulnak a fiatalok is, mint az idősebb korosztály, tehát itt legalább 3-4 korosztály, vagy 3-4 pár alakul a színpadon, a múltban is alakult, és akkor itt különböző vonalakon szövődnek a szerelmi történetek. Ezt a 3-4 korosztályt hogyan sikerült így színpadra állítani, hogy mindenki ezért kiegészítse a másikat? Vannak fiatalok is, természetesen már, mint a 20 éves korosztály, az ő vonaluk, és akkor én vagyok a darabban a legidősebb korosztály, aki szerelembe esik éppen. De hát nehéz erről beszélni, mert a nézőnek, hogyha eláruljuk a darabot, akkor lehet, hogy, ha bár nem tudom, lehet, hogy eljön majd megnézi, nem is tudom, mikor megy le adásba. Tehát lényegében én vagyok a színpadon az egyik legidősebb szerelmes párnak az egyik, aki szerelmes a múltjában még mindig valakiben, és akkor emlékezteti a fiatalkorára egy lány, akivel összetalálkozik, és akkor fölidéződik benne a múlt, és közben rájön, hogy hoppá, hát nincs is olyan messze az a boldogság tőle, mint ahogy gondolta volna. Most a poént nem akarom a darabba elárulni, hogy miért, szóval izgalmas, mert ugyanúgy meg tud hűlni szerintem a 20 éves is a szerelemben, mint mondjuk egy 50 fölötti. Kellemkedik, Mórikája, magát tényleg, billeg. Igen? Hát szóval viszket neki. Hát azért nem hívnél. Akkor minek kellett inkább? Hát csak úgy, megszokásból. Mert nő azért, nem gondolnám, hogy viszket. Szóval honnét jött? Hát nem is aludt itthon? Nem bírok én aludni, mióta itt hál mellettem ez a kis ungaréze. Mi? Ungaréze? Igen, ungaréze. Oh. Ez a kis virágszál. Azóta úgy alszom, mint egy csecsemő. Óránként felrigadok, és sírok, és nem tudok, és nem tudok a közelébe kerülni, mert sehogy sem tudom magam megértetni vele, ugyanis egy bőszok nem ért abból, amit mondok, kopázok neki. Ez a karakter mennyire áll közel önhöz? Azért fogalmazhatunk úgy, hogy egy olasz macsót fog játszani. Igen. Korábban én főleg drámai szerepeket játszottam a színházban. Prózai szerepeket ritkán játszottam zenés darabban. Mikor fiatalabb voltam, akkor játszottam, énekeltem több darabban is, de utána az valahogy úgy elfelejtődött, és akkor maradtak a fajsúlyos drámai szerepek, és akkor elkezdtem az utóbbi időben olyan feladatokat kapni a színháztól, ami vígjáték, ami zenés, ami szórakoztat. És bízom benne, hogy az a prózai, fajsúlyos, vaskos jelenlét, amire szükség van az igazi dráma megéléséhez, az ugyanúgy a vígjátékot kell, hogy lesúlyozza. Tehát a vígjátékban lévő problémát ugyanúgy el kell mélyítenie a színésznek saját magában, mert akkor lesz a közönség számára baromira érdekes és mulatságos. Tehát, hogyha csak a felszínen a szópárbaj, meg a mondatokat a poénokon utazunk, akkor ilyen papírmosé-szerű előadás lesz, vagy maga a jelenet, vagy maga a karakter is úgy fogalmazódik meg, tehát nem lesznek vertikális amplitudók benne, hanem csak horizontális létezés, és akkor annak csak ilyen pici tüskéi vannak, és az igazából nem tesz jót szerintem. Úgyhogy bízom, hogy ez a drámai múltam, vagy az a nehéz fajsúlyos drámákat játszottam, azok a szerepek, ezek kellőképpen elmélyítik a vígjátékban az én dolgomat, és a közönség számára izgalmas lesz. Ez az a Okay.
Mit kell tudnunk a te karakteredről? Én Drusillát alakítom, aki régen itt élt Ancónában, csak aztán elment tanulni, világot látni, és hát hazaérkezik egy nagy szerelmi csalódás után, és ezt ő szeretné megosztani itthon a bátyjával, de belecsöppen itthon egy hatalmas nagy kavalkádba, mindenkinek a saját szerelmi problémájába. Ugye a végén a saját problémája helyett a többiekét oldja meg, de ezáltal a saját kis szerelmi élete is végre sínre kerül. Szerelmi történet, tehát főként szerelmi történet, de azért vígjáték, bohókás, bonyodalmak is vannak benne. Mennyire szereted ezt a vígjáték műfajt itt a színház keretén belül? Ó, én nagyon, egyébként is nagyon szeretem, illetve még nem volt alkalmam talán a humoromat megmutatni, ha mondhatom ezt így a nézőknek. Ráadásul pont egy nagyon másmilyen műfajú darabból csöppentem most ebbe, úgyhogy tényleg nekem is egy ilyen, mondhatom, felüdülés volt, úgymond. Ez a korszak mennyire áll közel hozzá? Ezt nem mondom, hogy közel áll, viszont nagyon szeretem ezeket a dalokat. Tehát, hogy nekem számomra nem voltak annyira ismeretlenek, a többségét ismertem, és hát szüleimnek a fiatalsága, úgyhogy szerintem nagy sikerre számíthatunk itt Szentesen is, remélem. Milyen volt a közös munka, akár Bartos Gyula főszereplővel is? Szerintem egy nagyon jó kis banda, ha mondhatom ezt így, állt össze. Jóban vagyunk, szeretünk együtt dolgozni, illetve hát Halasi Imre rendező úrnak a személye is egy garancia volt arra, hogy ez egy nagyon harmonikus és jó hangulatú próba folyamat lesz. Én a rendező úrral, Imrével már negyedjére dolgozhatom együtt, ami nekem egy nagyon jó visszacsatolás, hogy még nem azt mondja, hogy na veledem. Úgyhogy számomra az, hogy Halasi Imre rendezi, az mindig egy garancia arra, hogy egy nagyon minőségi produkció fog születni, tehát hogy ő a humort is egy nagyon jó ízléssel fogja meg, és egy nagyon harmonikus ember, aki ezt próbálja közvetíteni az egész munkára is. És komédia, vígjáték, tehát tele bonyodalmakkal és szerelmekkel. Gondolom azért a Jókai Színházban is nagy sikert aratott ez a darab, és gondolom erre számítanak most itt is. Igen, nagy sikerrel játszottuk. Nem vagyok híve igazából a dupla előadásoknak, de ott Békés Csabán csináltunk dupla előadást, és valahogy érzetben nem nagyon vettem észre, hogy dupla előadást játszom. Tehát én szerettem játszani ezt a darabot, és a közönséget mindig föl tudtam emelni ez az előadás, és úgy ellazította, hogy tényleg nagy sikerről számolhatok be a Jókai Színházba. A itteni közönség is, tehát a szentesi közönség is nagyszerű közönség, mert eddig akármilyen darabban volt, amit mindig sikere volt, hogy én abba bízom, hogy sikerül újra ezeket a falakat egy kicsit visszhangossá tenni az ütemes tapssal, bár most nehéz volt ide eljönni, mert benne vagyunk épp egy főpróba hétben, egy előző egész másfajta előadást próbálunk, és most volt a főpróba hete, és délelőtt azt próbáltuk, és most úgy izgulok, hogy fogok én erre visszaállni, de bízom benne, most majd még átgondolom az életemet az öltözőbe, és bízom, hogy a szentesi közönség is ugyanúgy jól fogja magát érezni, természetszerűen, mint a Békés Csabai Jókai Színház közönsége. A
A Szentes Városi Könyvtárban a Mindennapok jogélete Szentes Mezővárosában címmel egy érdekes és ismereteket átadó előadást láthatunk professzor dr. Homoki Nagy Mária, PhD egyetemi tanár, Szentes Díszpolgára közreműködésével. Megismerkedhettünk a Jobbágy és Zsellérvilág, Szentes környéki tanyasi és mezővárosi életét irányító szabályokkal. Az 1700-as évek elején Szentes belvárosát, köztük a hivatalok épületeit is egy hatalmas tűzvész elpusztította, és az ott tárolt iratok is megsemmisültek, így hiteles dokumentumokat, köztük az Egyességek könyvét, a városi levéltárban és a bennük foglalt eseményeket, egyességeket csak ez időtől lehet tanulmányozni. Arról szeretnék beszélni, hogy mi a 21. században hogyan tudjuk elképzelni, hogy egy mezővárosban egyáltalán mit jelentett a mindennapok világa. A férj volt az úr, tehát a férfinek kellett eltartani a családot, a férfinek kellett gondoskodni a családjáról, a férfinak kellett annyit dolgozni, hogy a feleség, a gyerekek megéljenek. Tehát ebbe persze ez nem a... Nem a polgári társadalomnak a egyenjogúsításra törekvő igénye, hogy természetesen a nő ugyanolyan. Na most azt kell mondanom az iratok alapján, hogy ők azért a férfeleség ugyan egyenrangúak voltak, de mégis a férfin volt az a teher, hogy a családját megtartsa, fölnevelje. Azért ne felejtsük el, hogy a régi házaknál, ugye az körülbelül még egy hold, kert, udvar is oda tartozott, ami azt jelentette, hogy egyrészt a ház körüli lábas jószág, azaz asszony dolga volt, a szőlőbe az asszonynak kellett dolgozni, a aratáskor az asszonynak kellett kimenni segíteni, tehát igazából, hogy csak otthon dolgozott, ez azért nem igaz, mert sokat jobban oda tette saját maga munkáját is, ami kellett ahhoz, hogy az a család az megéljen. Hogy lehetett abban az időben eldönteni egy-egy vitát? Egyrészt miután ez a mezőváros, ez a földes urától megkapta azt a jogot, akár a harukkerekre gondolunk, akár majd később a károlyiakra, hogy magának a mezővárosnak is volt egy bírói fóruma. Tehát kisebb magánjogi ügyekben a maga a mezőváros volt jogosul dönteni. Na most ez nagyon jó volt, mert ha a szomszédok vitatkoztak, akkor mindenki ismert mindenkit, tehát a bírók is azért többé-kevésbé el tudták dönteni a vitát. Ha mondjuk öröklésjogi kérdések voltak, azok az úri székhez tartoztak, akkor azt az úri széken döntötték el. A mezővárosbírói fórum a saját maguk közül választották ugye a bírót és az esküdteket. Az úri szék az mindig a földes úrnak a törvényszéke volt, ez a földes úr kötelezettsége, ez azt jelentette, hogy a földes úr tisztartója volt általában az elnök, nagyon gyakran ott volt szolgabíró, nagyon gyakran ott voltak a megye esküdtjei, megjelent időnként a tisztügyész, tehát mondjuk így, hogy ott már jogvégzett emberek voltak, míg a mezőváros bírói fóruma, ezt szoktam mondani, hogy a józan paraszti eszükre hallgattak, és sokszor sokkal jobban eldöntötték az ügyeket, úgyhogy nem is mentek tovább mindig a peres felek, maradtak itthon. Az egyfajta fellebbviteli bíróság persze, volt? Persze, igen. Az úriszék az ilyen értelemben fellebbviteli bíróság volt, kivéve a büntetőügy. Büntetőügyben a város nem ítélkezhetett, az mindig az úriszékhez tartozott. Abban az időben hányfajta részre tagozódott ez az igazságszolgáltatás, a fogalmazatok így? Sok. Sok, megkezdtük. Mondjuk mezőváros fóruma, ha megengedte a földes úr, az első fok volt az úriszék, az úriszéktől lehetett fellebbezni a megye törvényszékéhez, a szedriához, onnan lehetett fellebbezni a királyi táblához, onnan a hétszemélyes táblához. Tehát ez sok. És ugye büntető ügyben hamarabb megkapták a jobbágyok is a fellebbezési jogot, magánjogi ügyekben ez jóval később jött. Hogyha megállapították ezeken a különböző szinteken a bűnösséget, akkor milyen büntetési tételek voltak, vagy fajták?
Lehetett pénzbeli büntetés is, de ez azért Jobbágy esetében ugye ritkábban volt. A legsúlyosabb, azt kell mondani, nyilván, ha nagyon súlyos volt a bűncselekmény, akkor az alábüntetés, az ugye elég gyakori volt. De a másik, az igazából a testfenyítő büntetések voltak. Férfiak esetében a bot, nők esetében a korbács, vagy ha olyan, akkor a megyének volt úgynevezett áristoma, akkor volt szabadságvesztés büntetés is, de az a halálbüntetéssel volt egyenértékű, mert ott olyan betegségek terjedtek nagyon gyorsan, úgyhogy onnan szabadulni szeretett mindenki, inkább kiállták a bot meg korbács ütést. És ugye volt a megszégyenítés is, ugye ezek a kalodák, meg az ilyen hasonló dolgok. Ez a büntetés egy fajtája volt? Vagy ez? Például, amikor becsületsértést követette valaki, akkor ugye kiállították, nőket zárták inkább ketrecbe, férfiaknak volt inkább a kaloda vagy a pellengér. De mondjuk itt Szentesen leginkább az volt, hogy a két templom között vasárnap, Isten tisztelet mise után, mert akkor a két templomba kijövő emberek előtt, ha az ember fenekére csapdosnak, akkor nem biztos, hogy ezt még egyszer szeretné elviselni. Hogy lehet ebbe nyomokat találni, vagy visszaemlékezéseket? Ezek jegyzőkönyvek készültek erről? Mit tudom? A peres jegyzőkönyv, persze. Tulajdonképpen a végrehajtási jegyzőkönyvek őrizték meg, ha nem selejtezték ki. A lopás az egyik legsúlyosabb bűncselekménynek számított, még akkor is, ha látszólag nem nagy értékre követték el. Tehát ott nagyon gyorsan jött a testfenyítő büntetés. Az utazó bűnözés ugye a mobilizációval egyre, mondhatnám, divatossá vált, de régen is voltak. Ha mondjuk az, hogy modern kifejezéssel, hogy bűnszövetség, az igazából először a betyárokra vonatkozott. Amikor, mert hát azért a betyárvilág az azért nem az, ami a néprajz meg a népmese világa, azért az egy kicsit más volt. Tehát abban az akkor már megjelenik, de igazából azért ez nem volt jellemző, hogy egyik helyről elmegyünk a másikra. Mekkora település volt, ahol már döntéseket hozhattak? Nyilván ez egy lakossági számarányhoz igazodik. Ott kellett azért már jegyzőt alkalmazni, és a jegyző általában azért valamennyire, ugye a szokásjog, itt azért szokásjog uralkodik, az azért úgy ismerték a szokásjogot. Hát egyébként meg megjelentek a jogakadémiák, és onnantól kezdve Esküt megyébe az esküdtek, szolgabírek azok, alispánok azok tudták legalábbis azt a jogszabály, jogszokás, jogrendszert, amit tudni kellett. Ismét megtelt élettel Derekegyházon a dr. Brusznyai Árpád művelődési ház nagyterme. Immára a 9. alkalommal rendezte meg itt a Dadália Galéria fotókör a Szeretett Világunk című fotókiállítást. A háromtagú zsűri nagyon sokszínű és sokféle képeket válogatott össze a kiállítás megnyitóra, de többségében a természetfotók kaptak szerepet. A fotók, illetve a fotográfusok nem csak az országból érkeztek, hiszen a fotókör már kinőtte magát az országhatáron túlra is. A kiállítás megnyitó mellett pedig a fotósok elismerésére is sor került, amelyen Szabó István Derekegyház polgármestere is közreműködött. Hagyományos fotókiállítás itt Derekegyházán. Mit kell tudnunk erről a kiállításról? Hanyadik alkalommal már, és hogyan alakult ki ez annak idején? Hát 9. alkalommal rendeztük meg a Szeretett Világunk fotópályázat sorozat ezévi kiállítását, illetve pályázatát. Elég jelentős képek jöttek össze. 80 alkotó, körülbelül 600 képét kellett a zsűrinek átnézni, elbírálni, kiválogatni. Ennek az eredménye látható most itt a falon. Kik voltak a zsűri tagok?
Épság Gyöngyi Sopronból, Kós László Miskolcról és Törkő József Szegedről. Ők most már több alkalommal ők voltak a zsűribe. Néha változtatunk a zsűri összetételén, hogy azért nem mindig egy-egy irányzat legyen a túlnyomóan jellemző a képek válogatásánál. Mennyire volt nehéz dolguk idén a zsűritagoknak kiválogatni ezeket a szebbnél szebb képeket, fotókat? Hát mivel a zsűrizés bizonyos részének személyesült tanulja voltam, mert interneten zajlik a fotózás, hallottam és láttam, hogy igencsak idézőjelben mondva meg kellett küzdeniük egymással, hogy a különböző nézetekből összehozzák ezt a 120 képet. És miket láthatunk ezeken a fotókon? Ugye Szeretett világunk, ez a címe a kiállításnak, tehát ehhez kapcsolódnak ezek a fotók? Hát annyiból kapcsolódik, hogy mivel a szeretett világunk, tehát a mi világunkba beletartozik minden. Itt a falon megtalálható az aktfotótól, a természetfotóig, a képmontázsoktól kezdve, amit el lehet képzelni, mindenféle irányzat. És milyen technikával készültek ezek a képek? Volt esetleg valami megkötés az alkotóknak? Semmiféle megkötés nem volt. Hát annyi, hogy mobilos képek, nem tudom, hogy érkeztek volna. Mekkora sikere van ennek a kiállításnak itt évről évre? Egyre több alkotó küldi be a fotóit? Ingadozó, igen, változó. Nem tudjuk megmondani miért, de körülbelül stagnál ennél a 80%-os részvételnél. De ebbe beletartozik a hazai, a környező országunkban levő fotósok, akik már várják, ismerik, tudják, és általában mindig vannak újabbak és új jelentkezők. Ugye a kiállítás megnyitó mellett díjátadás is lesz, tehát vannak olyan képek, amelyeket a zsűri első, második, harmadik, vagy akár külön díjjal részesítette. Azokban a képekben mi a különlegesség? Hát ezről inkább a zsűri tudna választ adni erre. Minőségileg, mondani valóilag, technikailag, amit a zsűri figyelembe vesz, és művészi legyen az alkotás. Gondolom, ön is körbejárta már itt a kiállítást, van esetleg önnek személyes kedvence, vagy egyáltalán tud-e kiválasztani akár egyet-kettőt? Nem szabad. Tehát ezekhez a képekhez úgy kell hozzányúlni, hogy legalábbis fent kell tartani a közömbösséget az emberben, nem szabad kedvencet választani, mert itt mindegyik kép ugyanannyira kedvenc. Helyszínünk Derekegyház, és a 9. alkalommal megkérdetett Szeretett világunk című fotókiállításon vagyunk itt, ahol ön is díjat kapott. Először is kezdjük azzal, hogy mit kell tudni az ön képéről, milyen technikával készült? Hát ez digitális technikával készült, ez a új zeneháznak az emeleti részében egy elkapott felvétel, amit illetve nem elkapott, hanem nagyon megtetszett és jól megkomponált, mert több képet láttam már később, mások is csinálják, ugye egy híres helységről, és én ezt a Hikkely technikát, ezt a világos technikát használtam a nyomtatásnál, illetve a kidolgozásnál ehhez a képhez, mert így tartom ideálisnak és szépnek. Hogyan értesült erről a kiállításról? Első alkalommal nevezett, vagy ez már a többedik kiállítása itt? Többször szerepeltem már kiállításon, hát képekkel kiállításon, és hát persze ugye úgy szerepeltem, hogy küldik a pályázati kiírást, elküldjük a képet, aztán utána, ha eredményes, akkor kapjuk a meghívót a kiállítás megnyitóra. Harmadik helyezésért kapott tehát egy kitüntetést. Milyen érzés ez önnek, hogy elismerik a munkáját? Hát ez jó érzés, és azért jön le az ember tulajdonképpen 170 kilométert, hogy legalább részesen legyen annak, hogy átveszi. Nem ez az első esetem, nagyon sok ilyen kiállítás pályázati eredményeket értem el, és mindegyiket értékelem. Ugyanúgy értékelem ezt is, mint a lényegesen magasabb szintű képi vagy a pályázatoknak a díjazását.
Polgármester úr, milyen szerepet foglal el a fotókör Derekegyház életében? Két ilyen egyesületünk van, és ez az egyesület, a Dadalia, ő egy nagyon érdekes, hiszen a mai kor vívmányát, az internetet használja arra, hogy összehozzon fotósokat, és egy olyan egyesületet alkosson, ami nem csak a településünkről van tag, hanem az ország minden tájáról. Hiszen ezek a fotósok, ezek egy közös oldalra felrakják a fotóikat, megnézik, kommunikálnak róla, tanulnak egymástól. Ez nagyon remek lehetőség. És minden évben a Dadalia Egyesület csinál egy ilyen versenyt, egy fotópályázatot, ahova beadják ország határól is a különböző fotóikat. Ez megmérettetik, és mint ahogy Derekegyházon is lehetett látni, díjazzák is ezeket a fotókat, és egy ilyen kis műsorral, egy kis ünnepséggel próbálunk tisztelegni mi is az önkormányzat az egyesület munkája előtt. Szeretett világunk, ezt a címet viseli a kiállítás már évről évre, és hát ilyenkor tényleg azért az alkotók, úgy is lehet fogalmazni, hogy elengedhetik a fantáziájukat, tehát nincsen megkötésük. Igen, így van, hiszen ezt a Dovicsin András, az elnöke az egyesületnek, az ő irányításával alakul ez a fotópályázat, és a képeket látva azt gondolom, hogy tényleg minden téma érint van. De milyen is az ember élete? Tehát mindent az ember körülött, ami van, mindent látunk, mindent érzünk, mindent hallunk, az összes érzékszervünkre, és ezek a különleges pillanatok, amiket itt láthatunk a falakon, ezek olyan pillanatok, amik mellett egy átlag ember elmegy. És ezek az egyesületnek a fotósai, ezek a fotografusok, ezek meglátják ezt a pillanatot, és utána elénk tárják. Talán ez a legszebb része benne, hogy a régóta ismert dolgokat új szemszögből, egy új villanásból látjuk, és ez nagyon jó. Polgármester úr, gondolom körbenézte a képeket, van esetleg személyes kedvenc, ami megfogta önt? Engem a természet, az állatvilág az, ami legjobban vonz, és számtalan ilyen képet látok, csodálatos fényekkel, és talán hiszen láttunk már szürke marhát nem egyet, de abban a fény viszonyban, abban a elkapott pillanatban még nem, és több ilyen élőlényről is van remek fotó, és remek fényekkel dolgoznak, és ez nagyon szép mindig. Itt a fotókiállítás mellett, vagy után még egy programra sor kerül itt a Művelődési Házban. Egy olyan programra, amivel szerintem már sok ideje óta vártak itt a településen, a Derekegyház történetének a könyvét mutatják be. Mit kell tudnunk erről a könyvről, mennyi ideig készült? Valóban így van. Régóta terveztük már ezt, hogy Derekegyház történetét fölkutassuk, megleljük, összeállítsuk. Sokan próbálkoztak már ezzel, hiszen tanítónénink már nincs közöttünk, Laukó Istvánné. Ő is a saját köreiben az iskoláról, a településről, amit össze tudott szedni hallomásból és tapasztalati anyagokból, nagyon remek kis füzeteket, könyveket hozott létre. Azonban ez a könyv, ami most elkészült a Pálinkó Máté és a dr. Bede Ádám kutatásaiból, szerkesztéséből, ez egy teljes körű könyv, és történelmi adatokra, levéltári adatokra támaszkodik, tehát valóságos tényekkel van alátámasztva, és csodálatos anekdotákkal van megtűzdelve. Tehát belelapoztam, sőt olvastam a könyvet, és hihetetlen ez a kis település, hogy milyen régi, milyen történetek vannak körülöttünk ezen a településen, mi minden történt, és milyen csodálatos helyszíne lehetett ez a valamikori világnak, Derekegyház. És hát most már akkor könyv formájában is megvan ez örökítve. Mint polgármester, mennyire büszke erre a településre itt? Én nagyon büszke vagyok erre a településre. Én itt születtem, én itt élek ezen a településen, itt dolgozom, és azt gondolom, hogy ez a kis falu, ez példaértékű lehet másoknak is, és ezt joggal merem mondani, akár a beruházásaink, akár a szemléletünk, akár az emberek, akik itt élnek, hogy milyen befogadóak, hiszen azért kevés település lakói fogadták volna úgy el a fogyatékkal élőket, akik most köztünk élnek, és nem a kastélyban, hanem köztünk élnek itt a lakóotthonokban,
és ilyen türelemmel, ilyen jó szándékkal laknak most itt több mint 20 Fülöp-szigetekről is, és őket is teljes barátsággal és toleranciával fogadta a mi településünk. Azt gondolom, hogy aki hozzánk is jó indulattal áll, és úgy jön a falunkba, az itt egy nagyon meleg szívű csapatra és lakosokra találhat, és azt gondolom, hogy talán Derekegyháznak ez a legjobb fegyvere a világgal szemben. Kedves nézőnk, ezzel kulturális magazinunk a Paletta bezár egy hétre. Legközelebb szerdán várom önöket hasonló témájú összeállításokkal, kisfilmekkel. Holnap 17 órától pedig már új műsorral, az pedig a Közéleti magazin lesz. Köszönjük, hogy ma is bennünket választottak. Szép napot, szép estét kívánok, a viszontlátásra!